Everybody from actors and actresses, journalists, fashion designers.
singers, bands, it goes on. Vonvezetők, színész, színésznő, igazából minden területre híresség. Köszönjük szépen Körömeinek a tartalmas bemutatót és Szabolcsnak is a fordítást, és engedjétek meg, hogy akkor már bemutassam a Pávetik magyarországi tulajdonosát, Kovács Krisztinát, és szeret elbújni, de ő hozzá is természetesen bármikor oda lehet menni, és lehet kérdezni őt a gépekről. Én is vele találkoztam egyébként először, egy divat bemutatóra készültem, és hát éreztem én tavasszal, télután, tavasszal volt a divat bemutató, hogy kissé formába kellene hozni magam, hogyha már vállalkozom ilyen fantasztikus szerepre, hogy modellek között menjek ki a kifutóra, és a Krisztel jött, hogy ő ebben tud segíteni nagyon hatékonyan és nagyon gyorsan, és azóta is ott maradtam, és tavasz óta én jól magam is használom a gépet. Én is elmondom majd természetesen a saját tapasztalataimat, de sorra hívnám ki azokat a ismert személyeket, akiket itt látok. És először Rubin Rékát szólítom. Gyere Réka! Köszöntsük őt! Gyere Réka! Hát azt hiszem, hogy Rékát nem kell bemutatni a fitness területén, illetve életmódtanácsadóként is dolgozik. Réka, mióta használod a gépet? Először is szeretnék szeretettel köszönteni mindenkit, és az előttem szólót egy picit kiegészítve megköszönni a PowerPlate forgalmazójának, Krisztináéknak, hogy egyáltalán használhatom ezt a gépet, mert itt a felsoroltak után azt gondolom, hogy egy ilyen világranglistán és hát kellően elismert és ismert világhírű emberek után beállni egy úgymond nagyon hatékony edzést biztosító gép, vibrációs gépnek a népszerűsítésében, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon megtisztelő dolog. Számomra azért megtisztelő, mert nagyon-nagyon-nagyon fontosnak tartom a hitelességet. És a hitelesség, én azt gondolom, hogy egy modellnek, egy fitness edzőnek, mindenkinek a saját maga területén a legfontosabb, hiszen fodrászhoz, kócos, menőtt, frizurával bíró fodrászhoz se szívesen megy be az ember, de ekcémás bőrgyógyászhoz sem. Úgyhogy én nagyon fontosnak tartom a hitelességet, és éppen ezért nagyon kevés dolog mellé állok oda. Engedjétek meg, hogy bemutassam, illetve nem is kell nagyon bemutatni az e-mail lidát, én azért mondom, hogy én, mert vele azért szoktam találkozni edzés közben, Rékával azért sokkal ritkábban. Gyere, Linda! Amiket a legfontosabbnak tartok én is a PowerPoint-ben, és amiért hálás vagyok Krisztának, hogy én is nap mint nap használtam a gépet, legalább kipróbáltam, és az első tapasztalatom az volt, hogy hú, de jól nézek ki, olyan mély izmokat mozgatott meg, és olyan helyeken voltak izomlázaim, ami előtte bármilyen sportot csináltam, életemben nem éreztem. No, és akkor jöjjenek az urak. Azt hiszem, hogy őket se kell bemutatni a sport világából. Itt van velünk például Verrasztó Dávid. Szólalj meg a sport világából, mióta alkalmazod, mi a tapasztalatod, ti a mikrofon. Köszönöm, üdvözlök mindenkit. Hát nehéz belekezdeni. Igazából 3 éve használjuk ezt a gépet, én és a csapatom. Azért kerestünk egy ami lehetőséget, hogy tudjunk fejlődni, mert ugye igazából a sport az életünk, nekünk van időnk sajnos, itt el kell tölteni a szobába. És amivel lehetőséget kerestünk, amivel tudunk fejlődni, és igazából megtaláltuk ugye a PowerPlate-et, és azóta használjuk. És én annyit tudok mondani saját tapasztalatom, hogy előtte így nem voltak komoly eredményeim, de azóta sikerült egy-két nagyobb versenyt megnyernem, vagy jól szerepelni rajta, és a fizikumom szerintem sokat javult. Szóltam, úgyhogy nem tudom, hogy kell lenni, de jobb. Hát azt hiszem, hogy az eredményeid valóként beszélnek nálatok az edzőteremben, hogy van a gép? Igen, van egy gépünk, és be van építve az edzési programunkba, ez heti 3-szor, 2-3-szor, ahogy belefér az időnkben. Melyik a te kedvenc területed, te is mindent átmozgatsz, ahogy azt mi szoktuk, vagy van speciális, amit csak ezen a gépen végzel? Hát igazából mindent átmozgatunk, de ha már itt tartunk a kórizmokra, magyar átfeküdtünk, mert ahhoz szükséges a nagyon, hogy a kórizmok.
középen, has, hát, oldal. És azt állod el, hogy amikor legelőször te mondjuk így elkezdted, tehát az első időszaket emlékeidben valóban azt érezted, hogy hatékonyabb vagy? Hát ugye, mint sportoló, úgy gondoltam, hogy nem fog kitaláltam semmi, de hát nagyon meglepődtem, és azóta kénytelenül beismerni, nem egy egyszerű dolog ez az egész. Most mire készülsz ilyen versenyre? Hát a legközelebbi verseny az egy rövid pályás erdély, az decemberben, de ugye a fő cél az olimpia, ugye eddig úgy néz ki, hogy sikerült kijutnom, meg van kvótám, úgyhogy az a nagy cél. Azt hiszem, hogy akkor ez egy megtartás. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és engedjék meg, hogy bemutassam Erős Zsoltot, Magyarország vezető expedíciós hegymászóját. Zsolt. Ő az, aki nem használta még mondjuk eddig annyira nagyon. Mióta ismered egyáltalán magát a technológiát? Hát lehetőségem jött megismerni, és azt, hogy majd használhatom, kipróbálhatom, és hát persze látom benne a kihívásokat. Remélem, hogy abban is segít majd egy kicsit, hogy én nekem az itthoni mozgásra mindig bajom volt. Szóval te vagy a legközelebb expedíció Himalája. Igen, és hát ezt a színpőszt én kihasználtam a hegymászásra, tehát egészen aktív voltam, és nem vagyok túl összeállapodva. Viszont mostantól egész karácsonyig itt vagyok, és nálam az a legcsodább karácsony, amikor jól vagyok körbejövve tőle, úgyhogy remélem, hogy igen, hogy így lesz. Nagyon szépen köszönjük, Zsolt, hogy mindezt elmondtad. Természetesen a jövőben Zsolt, az újságíróknak hát érdemes megtalálni, hiszen azt hiszem, hogy az ő tapasztalatai is sokat fognak számítani a powerplay-t hát hatékonyságánál, illetve abban, hogy minél jobban megismerjük, hogy tényleg mennyire hát jó erő rejlik ebben a gépben. Tolmács Lász Marzsarin segítenek Walter Szabolcs. Szóval, Caroline! Here are some of the topics that we will touch upon from the history of powerplay, so how powerplay was developed. Látod, hogy milyen témákat fogunk kéríteni először is, hogy a párokének a története, honnan indult folytok. Information about how it works, as I just said. Bemutatás arra, hogy hogyan működik. International use of powerplay, how powerplay is being used across the world, in over 100 countries worldwide. A powerplay nemzetközi használata, hogy ugyanis használják több mint 100 országban van. Who buys powerplay? Everything from the retailers, the home consumers, to the fitness clubs. Ki az, aki használja a powerplay-t, kezdve az árusítóktól, a forgalmazóktól, a szállodákig. Először is egy gyakorlati pozíció testvezetőt kell felvennünk, ami lehet álló, vagy pedig egy kicsit behajlított. Ha behajlított, akkor értelemszerűen a combunkra fogunk leginkább dolgozni. Now I have it switched on, okay? Might hear it a little bit in my voice. And my muscles are contracting and relaxing up to 50 times per second. Most bekapcsoltuk, egy picit lehetőségek hallani és a hangomban, hogy egy picit másabb. Ilyenkor az izmaim 50-szer másodpercenként megfeszülnek és ellazulnak. Now I will hold each position for between 30 and 60 seconds. Így tartom ezt a testhelyzetet 30-60 másodpercen át. Now I'm very fit and I still do a lot of sport. That hurts. Annak ellenére, hogy elég fit vagyok, tehát tényleg sportolok, de ez fájdalmas. One side jump like you would do with a normal exercise. Kétféleképpen lehet végezni. Egyrészt egy statikus testhelyzetet veszünk föl, olyankor is összehúzódik, illetőleg ellazulnak az izmaink, vagy pedig lehet a normál, hagyományos gyakorlatokat végezni, mint amit most is végezni. You have stretching, you also have massage, and this is most people's favorite part of the machine. Az erősítés és a nyújtás mellett van még masszázs funkció is a gépen, ez az egyik legkellemesebb része. Also it's better for people that have disabilities, because as you saw, you don't actually have to move up and down, you can actually stand in a fixed position and still get the benefit. Másik előnye, hogy olyan emberek is használhatják, akik valamilyen mértékben roppantak. Mert igazából nem kell nekik konkrétan mozogni, ők, hogyha ráhelyeződnek, vagy rákerülnek a platformra, és a rezgés által ők is edzenek. Now powerplay actually moves up and down and side to side, it has multi-dimensional movement. A platform egyébként több irányban mozog, egyrészt oldalra, illetve lefelé. So as you can start it up, you can actually just see a little bit of movement by looking at that glass. Így az üvegen látszódik, hogy milyen fajta mozgásokat végez. The main movement is up and down, and that's what causes the muscle contraction.
a legfontosabb mozgás a lefelé irányú mozgás, ez okozza az izom összehúzódást. But it's also moving front and back and side to side, which means every exercise we do on the power plate improves our stability. De ezen kívül mozog meg előre, hátra, illetve oldalról oldalra, amely révén a stabilitás erősödik. Some of the movements that we sometimes while the machine's on sort of work transversing from side to side as well. So again, you're getting the joints used to that lateral movement. Beindíthatunk egyéb sírni mozdulatokat is, szintén a platform, akár ez a jobbra-balra, amelyre bemelégítjük az izületeket, illetve megerősítjük az annyira, hogy utána sokkal tartósabbak is erősebbek. Na és akkor következzék, hát szerintem nyugodtan feltetik majd hozzá is az orvosi kérdéseket, Velencei Attila, a Metodika Központ vezető kutatója, hát szintén a Power Plate-nek a hatékonyságáról, lehetőségekről. Attila, Attila. Köszönöm szépen. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és igen, engedjék meg, hogy azokon is megköszönjem azt, hogy mi a Jégkorong Szövetség nevében az emberek tömkelege itt lehet ezen az előadáson. Nagy lehetőség ez nekünk, ugye? Azt tudni kell, hogy a Jégkorong egy olyan sportág, amely többenetes módon fejlődik a világban. Keresünk mi is az újdonságot, keresünk mi is a lehetőségeket, amelyekkel még inkább előre tudjuk vonni a saját ágazat cegedét. És hát úgy tudjuk, hogy meg tudtuk használni a Power Plate-et, és reméljük, hogy gyümölcsöző lesz az együttműködésünk. És hát itt már előttem elmondták a többiek, hogy itt bizony egy óriási meglepetés éri az embert, engem is felállítottuk az eszközre, és tartom 4 órán belül, tudom, 2 perre dolgozom 32 kilóssal, és úgy jó karna lévő embernek gondolom magamat, ezek idejük, hogy nem. Vagy pedig valami más dolog ez. Úgyhogy folyamatosan elkezdtük együtt dolgozni, beszélgettünk róla, és hát így került hozzánk ki ez az eszköz. Ugyanezt érezték a játékosaink is, ők is szkeptikusok voltak, majd meglátjuk, hogy még minden fog ezzel történni. De hát az kristálytisztán látszott, hogy a gyors erőfejlesztésben ez egy elképesztően jó eszköz. Ugye a gyors erőt az egyik legnehezebb volt, a gyors erőt a legnehezebben fejleszteni. Ugye adott egy genetika, az embernek vannak gyors és lassú rostai, ezen nagyon nem tud változtatni, ellenben a tudomány azt mondja, hogy vannak bizonyos vegyes rostok, és ez lehet valamelyik irányba eltolni az edzés munkával. És erre bizony speciális eszközök, vagy pedig nagyon jól felépített edzésmódszer kell, ezért a Power Plate erre kifejezetten alkalmas. Tehát most már elutaztunk a metodikai központunkba, ott állítottuk fel ezt az eszközt. Mindkét játékosunk U20-as válogatott, illetve aki most van, éppen Zsolt, ő már kiregedett, és most kezdett küzdeni azért, hogy bekerüljön a nagy válogatottba. Látszik, hogy az észjét jó megtelmett emberkék. A végrehajtás még nem tökéletes, tehát ezt azért tanítani kell nekik. És amivel küzdünk, az az, hogy ők olyan kötött izomzattal rendelkeznek, főleg itt Gergő magasabb srác, hogy bizony neki sok esetben már azt mondjuk, hogy nem is az erősítés felé menjünk el, hanem igen, azt jelentsük is, és a masszázs felé próbáljuk meg ezeket a kötött izmokat kiudazítani. Dolgozunk rajta, és még egyszer tényleg egyébként, hogy megköszönjük a Power Plate-nek, hogy ezt az eszközt a rendelkezésükre bocsátotta. Az elkövetkezendő időszakban olyan tudományos munkákat kezdtünk el végezni, hogy kontrollcsoportban megalapozott mérésekkel, és be tudjuk bizonyítani azt, hogy ennek helye van a sportban, helye van nem csak jégkorongban, hanem akár esetleg más területen is. Köszönöm megtisztelő figyelmet. Köszönjük szépen, Attila, én megszerettem a jégkorongot. Engedjétek, hogy bemutassam dr. Révész Editet, aki egyébként a szakmájában szívsebészeti aneszteziológus, de 14 éve foglalkozik étterkiegészítéssel, életmódtanácsadással, illetve ezben Edit nyugodtan gyere. Szóval az ő előadása következik. Kell hozzá neked végeződik a szép jó napot kívánok mindenkinek. Isten igazából azt gondolom, hogy
nagyon sokat hallottunk ma a PowerPoint alkalmazásáról, akár a fitnessben, akár az alapformálásban, akár a rehabilitációban, vagy az egészségügyi ellátásban, de manapság azt gondolom nagyon kevesen alkalmazzák még Magyarországon, kifejezetten az orvosi szférában, vagy kifejezetten abban a betegségcsoportban, vagy az olyan betegségcsoportokban, amelyek nem igazán megoldottak, például edzés, testmozgás, keringésjavítás, vagy mondjuk idegrendszer regenerálás szempontjából. A PowerPlay-nek az előnyeit, hogyha láthattuk már többször kivetítve, szeretnék mindenképpen az egészségügy és a rehabilitáció oldaláról beszélni majd a gép használatáról. De hogyha ezeket így végigolvassuk, akkor ez egy nagyon szép képet ad nekünk, de elsősorban valószínűleg az egészséges, az edzésre vágyó, a rövid edzésekre vágyó emberek azok, akik elsőként megcélozódnak, és nagyon kevesen vannak azok közül, akik valamiféle másra is keresnek megoldást, lehetőséget. A rövidebb edzésidő és a jobb eredményekről nagyon sokat hallottunk, nem fogom a továbbiakban részletezni. És hát, hogy néhány nagyon vidám dologról is beszéljünk azért még. Van egy olyan betegség, hogy policisztás ovárium szindróma. Ez gyakorlatilag a tetefészekben egy fokozott cisztásodásra való hajlam, ami nagyon komoly eltéréseket okoz, hormonálisan is, elhízással jár, egy sejtszintű cukorbetegség, mindkettőről volt szó, ezért jó, viszont a kismedence vérbőségét javító PowerPlay-t gyakorlatokkal zseniálisan lehet csökkenteni a PCOS tüneteket, az elhízás mértékét, a testzsír százalékot lehet javítani, és hogyha fokozzuk a kismedence keringését, akkor ez a cisztásodásra való hajlam sokkal könnyebben fog megoldódni. Például ott van az alsó részben, teherbe tudnak esni ezek a vendégek, ezek a hölgyek. Jó, az inkontinencia problémákról nálam két fantasztikus eset történt. Egy 5 és egy 6 gyerekes édesanyja jár hozzám, mellesleg nem ezzel a problémával jöttek, de közben nagy örömmel újságolták, hogy a köhögéskor, küsszentéskor azért 5-6 gyerek után már lehetnek inkontinencia problémái az embernek. Ezek a problémák egy nagyon rövid idő után megoldottak, és a gyermekáldásról csak annyit, hogy a szalon vezető például 5 évig minden védekezés ellenére, vagy nem védekezés ellenére sem esett teherbe, és most éppen gyesen van, azért, mert fogyni szeretett volna, elkezdte aktívan használni, ő akkor minden nap, elhatározta, hogy minden nap használja, minden nap használta a PowerPlay-t, úgyhogy nem tudom, hogy jót teszek-e magammal, amikor én a szalonomban kötelezővé teszem az alkalmazottaknak a gép használatát, mert úgy gondolom, hogy csak akkor vagyunk hitelesek, hogyha mi is használjuk, tudjuk, hogy hol kell feszülni, tudjuk, hogy hol kell fájni, tudjuk, hogy hova kell esni a terhelésnek. Tehát aki hozzám jön például ezzel a problémával, hogy gyermekáldás, akkor azt tudom mondani, hogy üljön minél többet a gépen. Talán a legnagyobb terület, és amivel én talán a legtöbbet foglalkozom, ez pedig nem más, mint ugye az elhízás, a túlsúlynak a kezelése, és ezen belül is ugye a hasüregi zsírnek a csökkentése, a metabolikus szindróma, ugye a szív- és érrendszeri megbetegedésekre, a magas vérnyomásra, a cukorbetegségre, a magas koleszterin és vérzsírszintre való hajlamnak a növekedését okozza a viszcerális vagy hasüregi zsírnek a fokozódása, és jön még ehhez egy betegség, a köszvény, amit így ötödikként hozzásorolnak ehhez a történethez. Ezek a betegségek sokkal jobban veszélyeztetik ugye az egészségünket, éppen ezért a hasüregi zsírnak a csökkentése egy elhízás terápiában az elsődleges feladat. Egy 140 kilós ember arra képtelen, hogy otthon tévénézés közben egy kis súlyt a súlyt a kezébe vegyen, és azzal edzen. A lustaság az olyan mértékig, a fitség hiánya az olyan mértékig hiányzik belőlük, hogy kizárólag irányítással képesek és hajlandók lefogyni. Na, ehhez kívánok én önöknek nagyon sok sikert, és a bármilyen... Köszönöm szépen, Edith! Nek a kimerítő előadás. Mindent megtudtunk ma a PowerPlay-ről, a gépről, a technológiáról. Megköszönöm, hogy itt voltatok, jelen voltatok, remélem, hogy majd alkalmazzátok. Természetesen most nyugodtan ki lehet próbálni, tehát kérdezni is lehet próbálni, és
de akkor most el idejön. Nagyon jó vágyat kívánok mindenkinek, köszönöm a figyelmeteket! Bringing me out the dark. Bringing me out the dark. Bringing me out the dark.